majd rajthoz elni, szóval tavaly a VB után 10 nappal Brüsszelben rajthoz állt a világbajnoki dobogó mindhárom tagja, jól le is bőgtek. Idén ez nem következhet be, mert hogy a Riói Olimpia 3 érmese nincs itt a mai napon. Mindössze 2 olyan úriembert látunk majd itt, aki ott volt a riói fináléban. 8 nappal a riói olimpiai 3000 méteres akadályfutás fináléja után kerül sor erre a versenyre. Majd Brüsszelben szeptember 9-én láthatjuk a riói érmeseket vélhetőleg. Konszisztus Kipruto amúgy 30 ponttal vezeti a gyémánt pontversenyt, hogy ebből fakadóan azt gondolom, hogy azért neki nem kell aggódnia, csak el kell indulnia Brüsszelben. Az idei eredmények alapján Jairus Kipchoge Birecs a nagy favorit, 5 másodpercnél is több az előnye mindenki mással szemben. Mögötte Paul Kipsale Kötcs következik 8.08.32-es időeredménye. Paul Kipsale Kötcs a legutóbbi 2 3000 méteres akadályfutó gyémánt liga versenyen második volt. Ő az egyik favorit, én úgy gondolom, Birecs mellett, és talán az a Barnabás Kipyego a harmadik nagy esélyes, aki Kötcs mögött, amikor Kötcs második lett, mindig harmadikként zárt. Idén minden versenyt pedig Kipruto nyert, már mint egy Konszisztus Kipruto. Ővé lett az olimpiai bajnoki cím is, Evan Jager előtt. Az biztos, hogy 1000 méternél, 2.38-nál kellene járnia az órának. Lawrence Kemboi Kipsang felel a tempóért, és 2000 méternél pedig Clement Kimutai Kemboi 5.17-es időeredményt kellene, hogy prezentáljon a mezőnynek. Ez egyébként 7.55 környéki tempót sejtett, na most 7.55 környékén az idei szezonban senki nem járt, még Konszisztus Kipruto jár a legközelebb a 8 perc alatti időeredmény, az ettől függetlenül a szervezők ezt kérték a két nyúltól. Aztán meglátjuk majd, hogy ezt ők meg tudják-e futni, és megy elünk valaki. Világcsúcsot akar futni Kipruto majd Brüsszelben. Azt mondta, hogy évek óta nem futottak 8 percen belül, mondta ez Konszisztus Kipruto, és hol máshol próbálná meg, mint az Ivo van Damme Memoriálon majd, ahol azért született már meg annyi világcsúcs, nem csak 3000 akadályon, de egyéb távfutó számokban is. Jó lesz az itt, de... Biztos, hogy jó lesz az, nem is kérdés, hogy... Ott lesz tempó, össze fogják szedni magukat. Igen, de azt szerintem jó döntés volt, hogy itt ezt most nem vállalták el. Mint hogyha szerintem emlékszünk a tavalyi brüsszeli versenyre, amikor tényleg így szállingoztak befelé. Tudod, mi az érdekes, Kristóf? Nem tud összehasonlítani. Bármennyire is furcsa, de megvan az a... Közben nézzük Kendrickset. Az jó! Bizony jó. Kendricks jó állapotban. De az jó. Ugrása is remek volt. Szóval megvannak azok a versenyek, a versenyek sajátosságai, hogy hol mit futnak, hogy hol születnek tradicionálisan jó eredmények itt-ott-amott. Lozán az nem annyira a hosszú távfutásokról híres. Sokkal inkább a sprintek, a 100, a 200, a 400, még akár a 400 gát is. Zürich az tradicionálisan egy közép-hosszú távfutó verseny. Ott azért a Pekelétől kezdve a 3000 akadályokon keresztül elképesztő időket szoktak szaladni. Ez se lesz rossz, nem azt mondom, hiszen 2.36-nál ott volt az 1000, ugye 2.35 környékét kértek. 2.38? Azt mondom, hogy annál kicsit éjszakabbra, hogy de egész egyszerűen máshova összpontosítani. Tehát az, aki egy nagyon jó időt szeretne futni, az nem feltétlenül megy el. A 100 gát, az itt például tradicionálisan, vagy a 110 gát, az sokkal erősebb. Gondolok itt Liu Shang világcsúcsára például annó, a 12.88-at, az pont itt futotta, azt hiszem 10 évvel ezelőtt. És ami ennél fontosabb már, mint hogy a nyulak hogy futnak, hogy azért ott vannak a környékükön a mezőny tagja. 5.81-et rontott Lavilleni. Jön a második kísérlet. Ráesett a lécre. Kendricks elsőre jutott át az 5.80-on is. Nagy fújtatás Lavillenitől.
15. hivatalos versenye a idei szezonban, és ebben benne van a riói selejtező is természetesen. Nem tudom, te jobban benne vagy ilyen szinten, az sok egy rudugrónak? Ez nem kevés. A rudugrás az sok szempontból más, mint az atlétikai számok. Az ügyességi számok között azért inkább helyén való. Nem, tehát 15-ször például egy futó, főleg egy hosszú távfutó biztos, hogy nem állna rajthoz. Egy ugró inkább, a dobó az kevésbé, közben nézzük Spanovicsot. Az igen! Friss olimpiai bronzérmes. Épp hogy 7 méter alatt megint hihetetlen formában van. Több szempontból is. Eszméletlen erős. Hol volt? Sehol. Azt eltalálja, az simán 7 méter. Vagy közel ahhoz. A 79? Ugye ezt hallottam volna régi edzőjével. Sokat erősödött az elmúlt esztendőkben Spanovics. Van egy feledpályás EB, amit ők rendeznek jövő márciusban, Belgrádban. És bármennyire is furcsa, hogy egy felett EB, de élete talán legfontosabb verseny az, hogy hazai pályán ő azt meg tudja hálálni. Ez most már 2.46-os kilométer volt, azért az esik rendesen. 53.50, és úgy, hogy a mezőny egy jó 6-7 másodperccel el volt, ettől marad egy 5.30 környéke. De a hazájában Iván Spanovics egy hihetetlenül nagy sztár, egy közkedvenc, egy igazi celebritás, csak olyan különbséggel a Magyarországon eltérjelt celebekhez képest, hogy neki azért ott van a teljesítmény is mellé, meg az eredmény. Olimpiai és világbajnoki érmek, országos csúcsok tömkelege. Nicholas Kiptanui Pet az élen jelen pillanatban. És Abraham kibívott még Jairus Birecs előtt. Úgyhogy a nagy öreg, az a Paul Kipsale kölcs, aki az elmúlt 15 szezonban 14-szer is futott 8-10-ből, azért ezt ízlelgetni kell. Számolgat az ember, hogy hú, mennyi volt, amikor az elsőt futottam? Hihetetlen. Vannak ilyen űrlények. Az biztos, és örömmel veszem észre, hogy ahogy a nap eltűnt, szép lassan tele lesz a hátsó egyenes. És a kanyar is. Hát ez a kanyar pont nem, de a másik az tele volt az előbb. És Birecs szép lassan leszakadóban. Nincs olyan formában, mint olyan volt tavaly. Igen, úgyhogy az elmúlt két esztendőben ő nyerte a Gyémánt Liga pontversenyét. Ezt ne feledjük el, szépen kasszírozott. És jól kezdte az idei szezont. Ugye Rabatban futott ki Prutto mögött a 8.03.90-et, de nem tudott onnan fejlődni, sőt, inkább visszafele fejlődött. Fejlősz Kipcsöge, Birecs. Úgyhogy Bett és kibívott külön versenye ez. A vizes akadályon túljut Bett, akkor így mozgás alapján azt mondom, hogy nehéz lesz őt megverni, mert most kibívott, ahogy ezt kimondtam, el is kezdte közelíteni őt. Még várd meg annak a végét. Igen. Ugye ő látja, hogy hol van Bett nem látja, hogy hol van kibívott. És ez a vizes ároknál kell meglepni mindig. Igen. Ott oda is ér majd mögé szépen. Kibívott és Bett. Ott nem lehet hasonló technikával jöttek ki a vizes árakból. Na ez akkor innentől egy sprint verseny. Pet elkezd hátrafelé nézegetni, ezt nem annyira értem. Abraham kibívott. Meg fogja nyerni, nem? Pet? Nem, kibívott. Nézett itt mindenki ott még próbált egyszer ritmust váltani. Pet, de ebben most, ennyi volt ma. Ez most meglepett engem. Én azt gondoltam, amikor kibívott melléért, hogy annyira dobálja a fejét jobbra-balra, hogy ő azzal elkészült az erejével, azáltal, hogy utolérte. De amikor Bet hátra nézett, akkor bennem is megfordult az a gondolat, hogy miért néz hátra. Hát, hogyha ezt meg akarja nyerni, akkor előre kellene nézni, nem hátra. 8.09.58. Jó, kibívottó 8.09.25-je van
kibívottnak közel járt az egyéni csúcsához. Végigfutja, akkor megvan. Bettnek viszont az óriási egyéni csúcs. 8-14-04-jel érkezett ide Lozánba. Ez itt érdekes volt. Itt elkezdett hátrafele nézegetni Bett, egy picit le is szakadt. És ez elképesztő, hogy egy 20 éves és egy 19 éves versenyző az, akit igazából olyan teljesítményt nyújt, amivel simán olimpiai döntőt lehet futni. Attól függően, hogy ott milyen a tempó, még érmekért is lehet harcolni, gondolunk, ugye... 8-11-52-vel Matthew lett Centrovic. Bennabad. 3-50 ére. Az érmes. Hát igen, de úgy letúl az érmes, ugye, hogy kizárták a Kiprutót, tehát ha ténylegesen a stopperral méred, akkor a harmadik célon átfutó az ennél gyorsabb, mindegy, nem fontos. Egy egyéni csúcs, 8-10 épp hogy kívül, ott az a hátranézés, az lehet, hogy volt 800 másodperc, ez sosem fog már kiderülni. Lehet, mindjárt látjuk majd, hogy áll a pontverseny. Utca hossza,